Tisztelt szülők, nagyszülők, családtagok, barátok, kedves vendégeink! Azért kaptunk a mai napra meghívást ide, mert Szilvi és Dávid úgy érezték, hogy eljött az ideje annak, hogy hivatalosan is kinyilvánítsák az összetartozásukat. Azt szeretnék, hogyha önök, akik a legközelebb állnak hozzájuk, mellettük lennének abban a pillanatban, amikor megvallják az egymás iránti érzelmeiket. Amikor kinyilvánítják azt a döntésüket, miszerint együtt akarnak élni, családot szeretnének alapítani, és életük hátralévő részében társai kívánnak lenni egymásnak. Én arra kérem mindannyiukat, legyenek igazán velük ezekben a percekben. Érezzék át döntésük súlyát, értékét. Most megkötött házasságtokat az Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom. És megáldom azt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Azt fejezi ki, vállalni. Tiszta szívvel, önzetlenül vállalni egy közös életet, egy közös sorsot. A házasság ígéret. Ígéret, hogy a csoda nem múlik el soha. Férjként és feleségként átlépitek a szeretet kapuját. Megcsodálhatjátok a közös élet szépségét. Átélhetitek az igazi összetartozást. A házasság csodálatos utazás kéz a kézben. Csodálatos, mert a szeretetről szól, ami felbecsülhetetlen kincs.